Na most, mind a hárman itt vagyunk, jól van. Akkor sok szeretettel köszöntünk mindenkit, aki csatlakozik ma a beszélgetésünkhöz, Likó Marcell és Géczi János a beszélgető társak, én pedig asszisztálhatok ehhez a találkozóhoz, ami nem először történik, mert már sokszor beszélgettetek. Nyilván egy közös könyvetek kapcsán, a bunkerrajzoló kapcsán, illetve az abból készült előadás kapcsán is. Géczi Jánosról egyébként elmondom azoknak, akik esetleg most hallanak róla először, hogy ő költő, de egyébként végzettsége szerint biológus, és az Athénaumnál megjelent könyvei, a Vadnarancsok például, a bunkerrajzoló, amit Likó Marcellel együtt készítettek, az Őszikék Csányi Vilmossal egy beszélgetés sorozat, illetve a Tenyér Jós, ami egy regény, és Likó Marcellnek a bemutatása pedig egy kicsit egyszerűbb ennél, a Vadfrutik frontembere, szerzője, dalszerző, énekes, szereplő, nem tudom, mit mondjak még rólad, Marci. Egyébként végzettséged szerint mi vagy? Elektronikát tanultál, azt olvastam. Fú, azt a középiskolában, igen, mert a faterom azt mondta, hogy ereinte színész szerettem volna lenni. Na. De aztán faterom mondta, hogy nem, mert azok keveset keresnek. Volt is rólam egy rajz, vagy lerajzoltam saját meg, hogy színész, és az volt a színészetet az jelentett, hogy valakinek félrem a fésűvel haja. Ez volt, így voltam színész, de aztán mondták, hogy mondta faterom, hogy ne, és akkor már a következő évben már tévészerelő szerettem volna lenni. Ez egy éles váltás tulajdonképpen így az elképzelt pályaívben. János, mi szeretett volna lenni? Legelőször olyan 7 éves koromban egy könyvnek a hatására búvár. De aztán, mikor bevittek a szüleim a debreceni strandra, hogy megtanuljak úszni, ez nem sikerült, mai napig nem tudok úszni, úgyhogy nagyon gyorsan le kellett a búvárkodásról tennem. Aztán valahogy így maradt a biológusság. De egyébként a búvárkodás egy jó dolog, mennyi minden merül föl az emberben hirtelen, ha meghallja, hogy búvár. Ugye a búvár, aki mélyre megy, lemerül a felszín alá, stb. Tehát ha fizikailag nem is sikerült megvalósítani, de tulajdonképpen az írásai, akár a szépirodalmi, akár a szociográfikus, vagy a művészettörténeti írásai, azok tulajdonképpen ezt csinálják, búvárkodnak bizonyos területeken, vagy akár bizonyos lelkekben, nem? Hát igen, ez a kutakodás valahogy alaptulajdonsága az embernek, hála Istennek nekem is, tehát ez a kíváncsiság bármi iránt egyébként, tehát nem csak az élővilág, hanem a társadalmi folyamatok, vagy szépirodalmi művészetek iránt, és ez folyamatosan bennem volt, de ezt mondjuk, hogyha 20 évvel ezelőtt kérdezi meg, akkor nagyon szígyeltem volna rá válaszolni, mert hát ezt nem feltétlenül jelent csak jó vonásokat vagy tulajdonságokat. Hát jó, én most elsősorban természetesen azokra utáltam, de Marci, te többször elmondtad mindenféle beszélgetésekben, hogy János, neked olyasmi, mintha a pótapád lenne. Ez még így van? Hú, persze, hát voltunk nála tegnap. Ezt most nem érthetem, voltunk nála? Voltunk tegnap is Jánosnál, családilag. Tényleg? Ennyire szoros maradt a kapcsolat közöttetek? Ne, természetesen, majd növényekre lett volna szükségünk. Illetve a gitárodat én hoztam haza a koncertről, úgyhogy azért is kellett jönned. De miért maga hozta haza? Hogy alakul ez, hogy maga hozza haza a Marci gitárját koncertről? Ó, együtt szerepeltünk a Tiszafüreden, és aztán utána én a papámhoz mentem haza Monostorpályéba, ő pedig ment tovább koncertezni. Igen, ez már tudod, ilyen faragott Kurt Cobain. Köszönöm szépen a pontosítást. Na de a lényeg, hogy mondjuk ennyire szoros, hogy kéne neked növény, most nem tudom, milyen növényre gondoltál, és felhívod a Jánost, hogy János, kéne nekem növény, elmennénk hozzá családilag. Mi az, amit megtaláltál a Jánosban? Tehát, hogy azért az erős, ha valakire azt mondjuk, hogy pótapa, akit egyébként nem gyerekkorunk óta ismerünk, és hát te a János nem gyerekkorod óta ismered. Szóval, hogy mi történt, vagy mit találtál meg benne, amire szükséged volt? Nyilván valami olyasmit, ami engem kiegészít, vagy ami nekem támaszt nyújt, vagy valami ilyesmi, hát ezt találjuk, azt találja az ember a barátaiban. Igazából ugye az van, hogy családot nem nagyon lehet választani. De hát, hogy most már voltam olyan idős, hogy választottam magamnak egy családtagot, úgyhogy van. Úgyhogy van egy ilyen Jánosunk, aki a gyerekekkel ugrál nálunk a trambulinban például. Nem, ez most komoly, vagy mi? Igen. Maga oda megy és ugrál a trambulinon? Ez csodálatos. Van erre? Amikor először megjegyezték, én azért el voltam képedve magamon, mert nem igazából figyeltem oda, hogy felmásztam a trambulinra és játszottam, vagy ugráltam, de hát életemben először ugráltam, úgyhogy ki kellett próbálni.
És akkor ön is azt mondja, hogy a Marci a pótfia? Már többször mondták, többször kérdezték, igazából én ezeket nem gondoltam így bele soha. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó barát, akire sok szempontból lehet akár a vírus helyzetbe támaszkodni, mert bevásárol, akár azért, hogyha éppen el kell valahova szállítani engem, vagy én nekem őt, de ez olyan, ugye mi nagyon közel lakunk egymáshoz, tehát néhány kilométer a két falu, úgyhogy majdnem, hogy ilyen órai vagy napi kapcsolatban maradtunk, tehát nem teszek különbséget a családi vagy baráti kapcsolatok között, hogyha az mély vagy megalapodott vagy fontos, akkor annak ugyanaz a fajta emocionális háttere van. Azon gondolkozom, hogy az, hogy ismerkedtek össze, az most már egy kicsit talán banális történet, vagy sokan tudják. Ugye a János meghívta a Marciékat az egyetemre egy ilyen éjszakai programra előadónak, és akkor a Marci egyszer csak azt mondta a Jánosnak, hogy nem érte véletlenül a költészethez, mert ilyen szöveg problémái vannak, hát akkor még nem tudta a Marci, hogy a János József Attila Díjas költő, szóval véletlenül egymásra találtak, de nem sértődött meg, amikor a Marci nem tudta, hogy maga ki? Azt hiszem, hogy ha ennyire nem pimasz, akkor talán elhajtom. Hogy tehát, igen? Tehát részben azért eléggé nehezen lehet a komfortzónámból kimozdítani, egyáltalán, hogy belém vagy a világomba bemásszanak, és ez annyira váratlan és annyira szívenütő volt, hogy kíváncsi voltam, hogy mi is van mögötte. Tehát, hogyha valaki verseket ír, akkor azért azt a élete legfontosabb dolgának tartja, és egyszer csak megjelenik egy sztár, aki számára tulajdonképpen portás vagyok, és ez nagyon, nagyon izgatott, hogy egyáltalán hogy lehetséges egy ilyesmi. Aztán mégis megtudtam, hogy mit akart volna a szövegeket olvastatni velem. Hát ezt meg is tette, de te ezt felmérted, Marci, hogy ez hogy esik neki? Én nem tudtam, tehát hogy... Na, látjátok már is, pedig még csak 5 perce beszélgetünk. Én nem tudtam Jánosról semmit, tehát hogy annyi volt, hogy azt mondta, hogy elmennénk az egyetemre, nem is emlékszem, ahogyan találkoztunk legelőször. Csak hogy kérdezte, hogy lenne ez a program, én meg előtte pont egy középiskolában dolgoztam, és programszervező volt, és biztos vannak egyetemen is emberek, akik programokat szerveznek. Hát biztos, programokat szervez. Hát, megkérdezte, és ráadásul, amikor oda mentünk a zenekarral, és mondtam, hú, egyetem, úgyhogy én készítettem hozzá egy egész ilyen óravázlatot, hogy miről fogunk beszélni. Hát ezt így összeállítottam. Hogy azt nekünk most nagyon ki kell találnunk, hogy mi, hogyan, és hogy tulajdonképpen én ott folyamatosan beszéltem, a többiek meg hozzá szóltak néha, és hogy János el se jött. És ott egy másik... Ez nagyon jól indult ez a barátság. Ott volt egy másik fazon, és aki, mondom, hát fiát, akkor nyilvánvalóan egy programszervező, nem? Tehát, hogyha nem jön el, tehát neki csak le kell szervezni. Leszervezi az embereket, hogy figyelj, eljönnél-e, és gondoltam, hogy valami kulturális térben mozoghat, meg ilyesmi, és akkor eztán kérdeztem meg, hogy mégis, hogy valamit így kéne már nekem valaki egy irodalmilag úgy. Na. És akkor tényleg együtt dolgoztatok a 2013-as lemezen? Így igaz. Mert azért, hogyha az ember meghallgatja azt a lemezt, akkor az ilyen elég mély, vagy ilyen mélyre megy. Tehát vannak olyan dalok, amelyben előkerül, hogy most akkor menni, maradni, már olyan szempont, hogy az életben menni, vagy maradni, tehát ilyen öngyilkosság, a fölöslegesség, a semmi, a felfokozott állapot, amit tudom én, a nem emlékezés, vagy éppen emlékezés kérdése, szóval, hogy ilyen elég nehéz témák, és ezeket biztos, hogy nehéz megfogni is. Szóval János, mivel volt szigorú a Marci szövegeivel kapcsolatban? Tehát, hogy mondjuk emlékszik konkrétan olyan dalra, amiben nagy szükség volt a segítségére? Persze, én csak ilyenre emlékszem. De, szóval nekem könnyű volt a Marcinak a világával azonosulni részben, mert... Ugye én a 30Y-on keresztül ismertem meg az ő együttesét, vagy őket. Beg Zolival éveken keresztül egy tanszéken, egy intézetben dolgoztunk Pécset.
és az a fajta világcsinálás, meg világélés, ami rájuk is jellemző, vagy erre az akkorra, csordára jellemző, abban már volt bevezetésem. Kettő, engem mindig nagyon érdekelt itt Veszprém környékén az olyan fajta szigeteken élő társadalom, vagy szigeteken élő társadalom, mint maga Várpalota, ahova néha-néha bementem, és mindig azért féltem tőle. És jött egy ember, akiről már tudtam a hallgatóimtól, hogy milyen dalokat csinál. Jó néhány dalát már meghallgattam, sőt szerettem. Hallgatóként nagyon sok zenét kaptam, amire szerintük figyelni kell egy tanárnak. Úgyhogy nem volt nehéz belehelyezkedni a Marci világába. Most, hogyan is néztek ki ezek a versek, ezt a énekelt és az el nem énekelt dalokból lehet látni, mert az egyik oldalon ugye az eredeti Marci féle élmény van lejegyezve, a másik pedig másik oldalon, vagy oldalakon azok a végső szövegek, amit hetek alatt, vagy hónapok alatt összekalapáltuk. Én mindig el szoktam mondani most is, hogy ezek a szövegek Marcinak a szövegei. Azzal szemben, hogy mivé válik, hogy mivé formálódik, hogy hogyan lesz emberbarátabb, vagy hogyan fogja meg jobban az olvasót, abban bizonyos technikákat a rutinomnál fogva azért én raktam bele. Tehát én egy ilyen mentor típusú munkának látom ezt, és igen, le kellett nagyon sok dolgot tisztázni, azt hiszem leginkább a Marciban, hogy mikről szabad, vagy mikről kell neki beszélni. Talán ezt a szabadságot, vagy ezt a fajta bátorságot is tanulni kell, hogy hogyan tud az ember olyanná válni, és szerintem talán a dalokhoz többet adott a mi beszélgetés sorozatunk, vagy barátságunk. Valami megütötte a filmet, hogy miről szabad és miről nem. Marci, miről nem szabad beszélni dalokban? Nem tudom. Van olyan? Nem tudom, mire gondolt János. Például a Marcinak a szövegeiben nagyon sokszor, vagy többször már előfordulnak durva szavak. Ezeket mondjuk egy 60-as években is lágerben el nem tudom képzelni. Nagyon sokszor előfordulnak olyan fajta toposzok, amikkel a könnyű zene tele van, lehet ilyeneket mondani, de kell hozzá még két-három olyan csavarás vagy fordulat, amikor kiderül, hogy ezekről a toposzokról, a csillagról vagy másról, hogy jesszusom, az egészen más, hogy az a hold nem sajt, hanem alumínium. Tehát ezek a pici váltások, ugye szabad beszélni róla, de nem szabad úgy beszélni, ahogy mások beszélnek. Ezen a közhelyesség elkerülése, ami szerintem egy nagyon fontos kérdés, főleg az olyan főleg az olyan mindenkit érintő témákban, amiről a Marci tud beszélni, ezekről a fájdalmakról, vagy mit tudom én, hát mennyit beszéltél erről, hogy az apukád elég erősen alkoholista volt. Hát most nem akarok kutatásokat idézni, de vajon hány családot, vagy hány korunkbeli ember mondhatja el ugyanezt, hogy egy olyan családban nőtt föl, ahol az apukának voltak alkohol problémái, vagy valamelyik családtagot érintett. Szóval ezek azért abból a szempontból nehéz kérdések, hogy olyan, mint a szépségről jól beszélni, vagy ilyen olyan fogalmakról, amiről mindenkinek van elképzelése, nem? Tehát, hogy például Marci, te tudatosan próbálsz kerülni sematikus vagy közhelyes megfogalmazásokat, vagy kész, nem vagy olyan aztán, ez a szerencse. Nem, egyre inkább, tehát hogy ez tudatos dolog, ez nem jön csak, egy idő után már gondolkodni kell, tehát hogy akkor kihúzom a szavakat, az már volt, hogy fáj, de azt még egyszer nem írom le. Azt nem írom bele, hogy szív, azt most nem írom bele, hogy szív. Az minden másik meg van vér, azokat vegyük ki, vér, szív, vér, szív, hú, mi ez még ez az alter szent háromság, amit így hús, vér, szív, ezeket így szeretik az ilyen, az alternatív szcénában használni, úgyhogy ezeket már így próbálom kerülni. Azt vajon hogy lehetne? Vagy pedig, ahogy János is mondta az imént, hogy hogyan lehet úgy párosítani, hogy ilyen meghökkentő legyen. Tehát kibillenteni ebből a csini baba hangulatból, tehát hogy ne egy, nem tudom, már ezerszer felhasznált sláger toposzrendszer jön létre, hanem valami más, ami egy ilyen nem X és Y, hanem Z irányba indítja el a koordinátorrendszert.
Bocsánat, Zsák utca, és nem erre akarom folytatni, csak János is most utált a 60-as évek zenéjére, és a Marcitól meg tudom, hogy kifejezetten van egy ilyen műdalkincs gyűjtemény a fejedben, tekintettel arra, hogy lakodalmakon zenéltél. Szóval erről például beszéltetek, hogy mi a, van-e közös dalotok? Mi a közös dalotok, János és Marci? Ezeket nem csak beszéljük, ezekből nekem rémes, meg nem rémes élményeink vannak, hogyha ilyen hosszú útra megyünk 3-4-5 órán keresztül, akkor Marci betelepszik a kocsim hátsó ülésére, előkapja a gitárját, a kottáját is, 50-es, 60-as, 70-es, kora 70-es években is lágereket énekel. Most az 5 órán keresztül hallgatni, Zárai Mártát, vagy nagyon jók is vannak benne, és egy érdekes, hogy mondjuk például Toldi Máriát szerettem meg most legutoljára egy héttel ezelőtt, mert kiderült, hogy a Toldi Máriának a szövegének egy olyan fajta új értelmezést ad, pláne hogyha torokból énekel és üvölti, hogy elfogadnám valójában vatrutis dalnak is. Hát azért egy érdekes megállapítás. Nem tudom, hogy bók vagy nem, Marci. Ez bók volt, mert kiderült, hogy nagyon jó korjellemző slágerek vagy dalszövegek voltak, de hogy nem a dalszöveg a lényeg, hanem az előadás. Aha, igen. Tehát az előadás teljesen új kontextusba helyezheti, adott esetben a Zárai Márta dalt. Na de az nem válaszolt, Marci, van közös dalotok? Bocsánat, nem tudok szabadulni a kérdéstől. Bocsánat, most nem hallottam. Hogy van-e közös daluk, tehát ami abszolút kedvenc mindkettejüknél. Én vagy csak azt tudom, amit abszolút nem szeret a Marci, de ezt most nyilvánosan nehogy összeveszünk megint rajta. Na, hát ez már sajnos túl magas a labda. Tehát én nagyon szeretem Kon Zsuzsát. És a Marci nem? Ez a coming out pillanata. Na miért nem? Hát nem dalszerző. Meg úgy, meg szerintem nem is énekel jól. Úgyhogy ez a két dolog, ami nem tetszik. Csak én azt gondolom, hogy nem fontos, hogy jó énekel, részben jól énekel, de nem fontos egy énekesnek, hogy jól énekeljen, hiteles legyen. Nem? De, figyelj, én más, érted, én Nirvánán nevelkedtem, szóval, hogy nekem ahhoz képest harmad gyenge. Tehát, hogy így... Jó, én Emersonikon nevelkedtem, és... Érted, tehát hogy azért az más. Értem. Nagyon jó, ezek nagyon jó viták lehetnek közöttetek. Én azt gondolom, hogy egy ilyen torokbe ödémásító üvöltés, tehát hogy valami olyasmi kell, vagy úgy kiadni magamból, és hogy ez a, tehát az nem az én világom. Én érdekes, a Szécsi Pált gyerekkoromban, vagy fiatalkoromban, talán azért, mert a szüleim szerették, nem szíveltem. És amikor láttam aztán Marcit, az apja nyakkendőjébe elénekelni a Szécsi Pált, tudván, hogy mi minden van mögötte, tökéletesen el tudtam Marci révén fogadni azt a világot, azt a dalvilágot, ezt az egészen édes, borongós-bús világot is. Na jó, azon gondolkozom, hogy jó, ezek most viccesebb, vagy nem is tudom, szóval ezek egy normális utazásban, egy normális diskurzus részletei, de azért amikor a bunkerrajzolót csináltátok, akkor meg szerintem sokszor nagyon mélyre kellett menni. És az az érdekes kérdés, hogy ugye János már szóval most nehéz dolog ez, mert a bunkerrajzolók bizonyos szempontból folytatása a Vadnarancsoknak, ami egy ilyen élettörténetrekonstrukció. Más szempontból meg jól tudom kötni a Csányi Vilmossal közös beszélgetőkötethez is, hiszen két ember beszélget dolgokról, egymásról, egymás gondolatairól, és így tovább, és mindig az alanyról derül ki, több nem Jánosról, ezért ezt hozzá kell tenni. De ezt feltételezem szándékos. Na és azon gondolkodtam, tehát mind a kettőhöz köthető, mind a kettőhöz hasonlítható, de hogy ott azért mélyre kell menni, és Marci, te nem érezted-e úgy magad néha, mint a Terápia című sorozat egyik szereplője, hogy ül a kanapén napról hétre. Jó, hát nem Mácsai Pál ül vele szemben, de hogy egy jól kérdező ember, nagyon kíváncsi, tehát hogy egy ilyen kvázi pszichoterápia, ami nagyon mélyre kezd menni, és hogy húztál el határt, hogy ennél mélyebbre nem mehetek, egyszerűen nem tudom, bizonyos okokból, tehát az őszintességnek is van határa. Nem, ez nem merült fel bennem. Illetve hát azok után, hogy Jánosra tisztáztuk azt, hogy mit szeretnénk ezzel az egésszel kihozni a belőlem, mondjuk,
nevezzük így ezt a dolgot, akkor, akkor onnantól fogva bennem nem voltak erős gátak. Tehát, hogy mi azt tisztáztuk az elején, hogy jött a felkérés a kiadótól, hogy mi lenne, hogyha mi ketten együtt dolgoznánk, és akkor én mondtam, hogy hogy az képtelenség, hogy ez nem lehet, és hogy hát, hogy mégis miért, és mondtam, hát, hogy azért nem, mert hogy én nem érzem magamat, ehhez nem tudom, elég érdekesnek, vagy mondtam, hát mi? Nem találtam szavakat, bocsánat, csak hogy aki elolvassa, az nem érti, mit nem találtál elég érdekesnek magadban? Hát, hogy önéletrajzi könyveket nem olyanokról írnak, aki 30 éves, vagy nem tudom, mennyi voltam, 35, hanem azt valaki, aki már leélt egy életet, és már van mit elmondania. Én meg úgy gondoltam, nekem igazából nincs mit elmondanom az életemről, mert hát ugyanígy nőtt fel az összes haverom. Hát és nem éreztem magamat ebben így különlegesnek, vagy nem éreztem azt, hogy ebben bárki is, bármi érdekeset is találhatna. És akkor mondta János, hogy fia Marci, az nem baj, hogy neked ez nem érdekes, de nekem érdekes. És akkor mondtam, hogy rendben van, és akkor mondta, hogy mi lenne akkor, hogyha nem könyvet akarnánk írni, hanem pusztán beszélgetnénk. Aztán, hogyha lesz belőle könyv, akkor lesz, hogyha meg nem lesz, akkor meg beszélgettünk egy jót. És akkor onnantól fogva nekem ez így könnyebb volt. De sírtál volt, hogy sírtál? Hogy szembesültél valamivel? Nem volt ilyen? Esténként voltak ilyen rossz érzéseim, hogy ilyen legszívesebben így felrúgtam volna valamit, de... De miért? Mert kijött valami, ami addig nem? Hát tudod, ezek ilyen, hogy mondják ezt? Hagyma hántás, vagy mi ez, amikor szeded így lefelé a burokról, és akkor egyre mélyebbre kerülsz, és hogy olyan dolgok is így előjönnek, amit így nem gondoltál volna, hogy téged ezek bántanak, mondjuk, vagy hogy ez téged hogyan fog megérinteni. Volt sok ilyen, persze. Van emblematikus, vagy nincsen, vagy ilyen nagy kiakadásod? Tehát volt sok. Nem tudom, jövök haza, és akkor így a feleségem így néz, mi van? Nem tudom, csak ölts egy pohárbort, megőrülök. Tehát így ilyenek így jöttek, de hogy én ezt mindenkinek csak javasolni tudom, tehát ez így azt gondolom, hogy nagyon fontos a szembenézés. Hát igen, tényleg olyan, mint egy pszichoterápia, hogy János, te vagy ön vigyázott arra, hogy a Marci ne sérüljön benne, vagy ne mondjon olyasmit, amit nem akar. De szóval erre kell vigyáznia valakinek, aki kíváncsi a másikra? Jó, köszönöm, akkor tegeződjünk. Köszönöm. Szóval én nagyon-nagyon ügyeltem arra, mindig szoktam ügyelni, de lehet, hogy ez a tanári alkatból következik, hogy véletlenül se legyen pszichoterápiás kapcsolat ez. Tehát én amikor csináltam a vadnarancsokat a Goldschmidt Dénesnél, Pest-Hidegkúton, akkor a egyetlen nagy tanúságom az volt, hogy sem alárendelt, felé rendelt viszonyban, sem pedig páciens, orvos vagy pszichológus kapcsolatban nem szabad belemenni, akkor lehet segíteni, viszonylag gyorsan kiderült, hogy kölcsönösen segíteni kell egymásnak nekünk is, hogyha egyszerűen barátilag, aztán majd barátként beszélgetünk, ha meghallgatjuk a másikat. Mm-hmm. És szerintem ez a fajta odafigyelés, vagy ez a fajta szemléletváltatás volt sikeres. Tehát a könyvben talán ez jött vissza, hogy ez nem csak feltárta mind a kettőnket, hát szóval az író is benne van ebben a könyvben, hanem megmutatta adott esetben Marcinak, hogy ugyanannak a történetnek nagyon sok elbeszélési módja van. És amikor ezt a fajta elbeszélési mód közötti hasonlításokat valaki meg tudja csinálni, akkor el is idegeníti magától annak az érzelmi hátterét. És szerintem ez nagyon pontos volt, hogy nem, tehát nem egyáltalán nem volt fontos a könyvnek a megcsinálása. Tehát húztuk is, tehát nem, a kiadó egyszerűen nem tudott ránk semmilyen határidőt szabni, mert hogy nem az volt a fontos, hogy egy mű jöjjön létre, hanem egy emberi kapcsolat a maga természete szerint erősödjön vagy gyengüljön, hát ez éppen erősödött a könyv révén.
De azon gondolkodtam, hogy amit most elmondott, az egyrészt egy nagyon jó technika is az embernek, amikor a saját történeteiről mesél, hogy tudjon tőle távolságot tartani. Másrészt költőként, dalszerzőként, íróként is egy jó technika lehet, ugye az írás tárgyával kapcsolatban, de valami eszembe jutott, ami szerintem nagyon közös bennetek, hogy a Marci, amikor leás a mélybe, és akár a dalszövegekben, akár a bunkerrajzolóban mesél dolgokról, amiről egy csomóan hallgatnának, és ami egyébként számtalanszor elmondható, hogy neked is nagy felismerés volt, hogy miért kéne szégyelni, ahonnan jövök, miért kéne szégyelni, hogy szerekhez nyúltam, igen, ez is az életem, ettől lettem az, aki. Ez tulajdonképp valamiféle elhallgatás elleni küzdés, tehát hogy ne hallgassunk azokról a dolgokról, amelyek történtek velünk, és amelyeknek nem is feltétlenül okozói, hanem inkább elszenvedői voltunk. És a Jánosnak is inkább a szerzői útjában ezt látom, hát ha csak a vadnarancsokra gondolok, az ugye a társadalmi devianciák, amiket el akar hallgatni egy rendszer, egy társadalom, hogy azokat akarta feltárni, és most nyilván ezt rá tudnám húzni egyébként a Csányi Vilmossal való beszélgetésre is, tehát hogy a lényeg mindkettőtökben egy bizonyos ponton, hogy ez a tabusítás elleni küzdés, vagy az elhallgatásból eredő hazugság elleni küzdés, nem? Hát meg is tudjuk fordítani, a szabadságnak a vállalása. Aha. Jó, ez egy nagyon jó... Én nem is tudom, ilyen megfordítás ennek a gondolatnak. Te is ezt mondod, Marci, hogy tulajdonképp csak arról van szó, hogy szabadnak lenni? Hát egyrészt igen, de hogy a másrészt pedig valóban, engem ez így mostanában nagyon megtalál, de meg áll jó ideje, hogy valahogy felállítanak olyan mércéket, hogy nem is tudom, mint hogyha az emberek ilyen bűntelenül élnének, és hogy ilyen, de nem is jó szó erre a bűn, de hogy így, tehát hogy... Az egyik barátom mondta ezt nekem, hogy mutassál már Jézus Krisztuson kívül egy embert, aki nem vétkezett soha. És hogy mégis, mintha egy olyan lenne az egész világunk, mint ahogy arra épülnek körülöttünk egy csomó minden, ami a nap 24 órájában ér minket, mintha valamilyen furcsa ilyen ideákhoz kéne ragaszkodnunk, és magunkat is mindig úgy bemutatni, mint egy ilyen polírozott szobrocskát a szekrényen. Mm-hmm. És hogy ez rémes, mert hogy én ezt érzem magamban, hogy ezt le kell küzdenem. Hogy ne akarjak olyan lenni, meg ne akarjam azt mutatni, hogy jaj, minden rendben van ám. Uh-huh. És te nem akarsz ilyet mutatni? De azt mondom, hogy ezt érzem magammal, így ezt akarom mutatni csomószor, és hogy ez mennyire erős lehet ez a társadalmi presszió, hogy ez így él bennünk nap, mint nap, hogy jaj, akkor így teszem a szelfit, mert akkor így szebb leszek, meg így csücsörítek hozzá, mert az fontos. Tehát érted, és ez csak egy hülyeség. De hogy egy csomó minden. Például egy múltkor eszembe jutott az, hogy mennyivel szebben alakult volna a világ, hogyha nincsenek tükrök. Fejtsd ki! Öregem, nem, hogy nem lennék ezzel elfoglalva. Jaj, Istenem, ráncosodom meg. Ja, kéne majd egy kis botox, meg nincs hajam. Vagy nem ez lenne, hanem így akkor így nem foglalkoznánk vele. Milyen szép lenne. Igen, érdekes lenne. János, ez egy jó feladat egyébként, tehát, hogy ugye sokat foglalkozott a rózsával mostanában a tükörkultúr története. Az egy milyen jó téma lenne most, amit feldobott a Marci, de nem akarom... Igen. Biztos van olyan tájtörténész, aki ennek a teljes útját ismeri. Nem tudok. Vicceltem, de azért az, amit megmondasz, az mégse vicc. Tehát ugye ez a tulajdonképp akkor az álságosság ellen, vagy a mini hazugságaink ellen, és tulajdonképpen a következtetés az, amit már mindkettőtöknél megfogalmaztatok, vagy ti, vagy mások veletek kapcsolatban, hogy az a társadalmi elvárás, amiről most beszéltél, hogy tulajdonképpen azt tesz beteggé. Ezt az állítást ti maximálisan osztjátok? Főnök? Igen. Tehát azért azok a csoporttörvényeink, azok a társadalmi, szociológiai körülményeink, amit automatikusan elfogadunk, vagy ránk kényszerítenek, azok meglehetősen húsba vágóak is tudnak lenni, tehát amputálnak azért ezek a viszonyok bennünket. Akkor, ha nem látjuk be részbe a törvényszerűségeiket, és hogyha nem tudjuk ezeket megfelelően magunk javára fordítani. Tehát azt hiszem, hogy a körülményeknek a terrorja,
jobban megbetegíti, jobban megnyomorítja az embert, akkor, hogyha nem ismeri fel ezeknek a törvényszerűségeit az ember. Tehát, hogyha ha belemegy a csínbe, és hajlandó megtudni, hogy XY miért ez a csoport mit miért tett, akkor egy tehát saját magunkról le tudjuk szedni a bilincseket. Tehát ha megtanuljuk azt, hogy a saját gyerekkorom összehasonlítva többi csoportnak a gyerekkorával, vagy embereinek a gyerekcsoportnak, nem is olyan rémes az, hogyha ha felfedezem, hogy a 10 emberből 3-4 alkoholista szülők vagy családban nő föl. Az, hogy milyen pszichés betegségek vannak körülöttem, akkor ez azért segít egy picikét a világba belelátni. Most ezek a beszélgetések, akár a vadnarancsok, akár a bunkerrajzoló, az úgy, most megszólalt a buborék, úgyhogy a kutyám éppen véleményt akar nyilvánítani. Nos, tehát ezek a beszélgetések nem csak az olvasónak, hanem a beszélgető partnernek is egy ilyen fajta, úgy tapasztaltam, megvilágosodást adtak. Ugyanúgy, ahogy én például, tehát a Csányi Vilmosra készített könyvbe, bár úgy tűnik, hogy nagyon nagy az olvasó tábora is siker lett, én igazából nem a könyvnek örültem, hanem annak, hogy a professzortól rendkívüli összefüggéseket tudtam megtanulni. Tehát az is egy fél éves, háromnegyed éves beszélgetés eredményeképpen olyan volt, mintha ha visszaültem volna tényleg egy doktori képzésbe, és akkor egészet láttam. És vele Máté Pétert szoktál hallgatni? Nem! Nem! Csányi Vilmos nem tud Máté Péter dalokat. Ezzel szemben, tehát az, hogy olyan elképesztő klippeket szokott mutatni, vagy olyan zenékre figyel föl, amit aztán adott esetben én közvetítek Marcinak, vagy ő mondja Marcinak, hihetetlen a figyelme, az érdeklődése 80 év fölött is. Egyszerűen azt a fajta aktivitást, ami létezhet a világon, azt ő abszolút éli. Na, én ezt tanultam például a könyvben, és azt gondolom, hogy remélem, hogy valami hasonlót tudok én is átadni a ifjabbaknak. Marci, csak annyit mondj még, és aztán másról is szeretnék beszélni, hogy mondjuk te azt pontosan tudod, hogy milyen elvárások betegítettek meg téged, vagy miért vagy most, ha jól vagy, de szerintem jól vagy, vagy az első gyereked születésekor mondtad, hogy valami értelme lett felkelni reggel, tehát hogy ott valami nagy változás történt. Aztán most már nem tudom, hogy vagy ezzel, hogy még mindig úgy gondolod, hogy van értelme. Mert ezzel ugye egy pár év után el szokott múlni a lelkesen, csak azért kérdezem. Na mindegy, nem, ez csak hülyeség. Csak azt akartam kérdezni, hogy te tudod-e, hogy mi betegített meg, és tudod-e, hogy most mi nincs, ami megbetegített, és amitől jól vagy? Hú, hát azért ez egy elég összetett dolog szerintem. Itt marha sok minden történt, amitől én aztán később így rosszul lettem. Tehát, hogy az biztos, hogy én akkor kezdtem el jobban lenni, amikor elmentem terápiára. Tehát, hogy mondjuk elmentem pszichológushoz, de hogy én előtte, meg aztán amit nem is írtunk meg a könyvbe, de volt egy ilyen elképzelésünk, hogy akkor írunk erről is, hogy nekem így a magyar egészségügyben történt ilyen, hát nem is tudom, minek nevezzem, kanosszajárásom. Tehát, hogy az rémes, amikor egy 21-22 éves gyerek nem tudja, hogy mi baja van. Csak egyszer csak így nem tudtam aludni. És hogy így egyik orvostól mentem a másikig, arra mindenféle ilyen tüneteim voltak, minden folyton pisilni kellett, meg szúrt a szívem, meg nem kaptam levegőt, meg ilyenek, és én nem tudtam, hogy mi ez. Anyám se tudta, hogy mi ez, kérdeztem tőle, hogy mi bajom lehet. Hát, akkor el kell menni az orvoshoz.
És amikor elmész az egyik orvoshoz, egy, nem tudom, a házi orvoshoz, akinek semmi nem jut eszébe, csak hogy pisíjek bele egy valamibe, és akkor azt így megnézi, hát nem tudom, hogy mi ez te. Akkor menjen el az urológiára. Kösz! Egyébként is. És akkor hát ott nincs semmi baj. Akkor menjek vissza megint, vissza ide-oda, ide-oda dobálnak, hogy egy idő után nem tudom, azt mondják, hogy akkor menjen el a pszichiátriára, és akkor itt a helyem, és amíg nem tudom, fél évig tart, amíg belövik a gyógyszereket, hogy így kb. Így micsoda, de addig is szenvedek, mert nem tudok aludni, meg nem tudom, meg először ilyen gyógynövényes marhaságokat akarnak adni, annál már csak a homeopátia jobb. És hogy így ilyenekkel akarok, hogy mondom, akkor nem alszom fél évet, csináljanak már valamit, de nem. Marci, miután elásztatott teljesen az orvosokat, te őszinte voltál az orvosokhoz? Persze. Én azt gondolom, hogy legalábbis nekem van egy nagyon-nagyon rossz tapasztalatom az orvosokkal, hogyha nem ismernek, meg ugye egyébként ez ilyen magyar sajátosság, hogyha nem ismernek, akkor nem foglalkoznak úgy veled. Tehát tudjátok, én az ilyen kiskapuk, és észrevettem, hogy Magyarország a kiskapukkal működik. Tehát az, hogyha ismerem, ha nem tudom én kit, akkor oda telefonálok. Akkor mégiscsak előbb be lehet jutni, nem? Ugye? Érted? Hogy mikor van várólista, meg mikor nincs, azért ezt tudjuk. És hogy itt is ez volt, érted, hogy oda megyek, és akkor mit, nem, és akkor adnak mindenféle szírszart, és hogy évekig tartott, még egyszer csak így valaki azt mondta, ja, el lehet menni pszichológushoz is. Ja, mondom, tényleg, de jó! És akkor kezdtél jobban lenni? És tessék? Akkor kezdtél jobban lenni, amikor eljutottál? Igen, megkezdtem beszélgetni valaki, és jé! Aha. Hát, ez így is lehet. Igen, azt írják egyébként a hallgatóink, hogy megérne egy könyvet, elolvasnák. Ja. Igen, hát ez... Na jó, értem, szóval, hogy akkor rájöttél, és akkor azóta tulajdonképp kisimultál, vagy nem? Nem, hát az is azért egy hosszú folyamat, hogy hogyan, meg miként, meg ott azért vannak hullámvölgyek, meg vannak nagy ráismerései az embernek egy ilyenben, de hogy nyilván ezt tanultam, meg aztán meg Jánosnál, meg még inkább, hogy így, hogy az embert is stigmatizálják, és hogy nagyon sokan azért nem beszélnek erről. Tehát, hogy én amíg mondjuk erről elkezdtem beszélni, és azt mondtam, hogy igenis léteznek mentális betegségek, és hogy azt nem kell szégyelni, hogy te rosszul vagy, addig szerintem az országnak a 80%-a, aki ebben szenved, az így, ezt így eltitkolja, amennyire csak tudja. És így azt mondja, hogy nem, nekem nincs semmi bajom, én azért iszom minden nap, mert jól esik. És hogy nem az, hogy hú, te lehet, hogy nekem valami problémám lehet. Ne, az biztos, hogy nincs. Tehát, hogy eltörheted a karodat, az rendben van. Meg nem tudom én, lehet rákod, mert az így oké. De hogy neked valamilyen fajta, mondjuk depressziós legyél, urár, nem. Az csak a nincsek. Igazadban van egy ilyen gondolkodás, de te most már nem vagy depressziós, vagy vannak még depressziós hullámaid? Nem érzem most ezt így magamon, hogy én most így nagyon rosszul lennék, de hát azt mondják, ugye, hogy a terápiának akkor van vége, amikor meghal a páciens, vagy ez az egyik, de hogy a másik meg az, hogy azt mondják a pszichológusok, hogy ők nem fogják megszüntetni a szorongást, hanem ők megtanítanak arra, hogy képes legyél elviselni. Úgyhogy inkább az történt velem, hogy így megszoktam magam, hogy én ilyen vagyok. Egyébként amúgy is mindenkinek eltart egy ideig. Sajnos csak saját magamat ismerem, és hogy az nekem egy ilyen nagy öntemetés volt, amikor én így beleestem ebbe a fázisomba, és így azt mondta, uram, atyám, hogy mennyire egy vidám fiatalember voltam régen, és mi lett belőlem? Rettenetes. Már nem vagy fiatal. Na, igen. Óvatos lennék ezekkel a jelzőkkel. Hanem inkább az, amikor így azt éreztem, hogy elveszett valami belőlem. Hogy én régen úgy tudtam örülni egy csomó mindenek, és most tessék, csak bámulom a falat, meg egy rohadt villanykörte fenn a plafonon, és jobb lenne meghalni. Tudod, hogy ez? És hogy ehhez hozzászokni, meg ezt rájönni arra, hogy tulajdonképpen ez is te vagy, és hogy... Uh-huh. És hogy benne van, oké, ez is a csomag. De nekem ez volt a legnehezebb talán. Még másról is szeretnék veletek beszélni, mert gondolkodtam, hogy mi az, ami közös lehet még bennetek, vagy mi az, ami épp ellentmondásos, és azért arról attól nem tudok nagyon távol lépni, hogy mind a ketten vidékről származtok, és hogy meg kellett járni egy utat a pesti
vagy hát szakmai elfogadottságig nyilván. És Jánosnak erre nagyon érdekes történetét olvastam, hogy amikor a vadnarancsokkal tényleg berobbant, meg betiltották, meg újra kellett nyomni, minden volt, tehát hogy ez egy óriási siker volt, hogy az irodalmi élet nem azt mondta erre, hogy jár közénk, hogyha jól értelmezem a mondatait, hanem épp azt, hogy gyanús a sikered. Hogy mindjárt kijavíthatja, ha nem így van. De az érdekel engem, hogy a Marcinál hogy volt ez? Volt-e gyanús a sikered magadnak, vagy másoknak? Szóval, hogy volt-e, tehát hogy mit kezd az ember azzal, hogy sikeres, és hogy hogyan lépked befelé egy olyan területbe, egy olyan szakmába, ami azért az élet elején nem volt adott, meg nem belenőtt, meg nem a szülei révén, meg szóval érted, tehát hogy nem az van, hogy predesztinálva vagy erre a területre. Hát, vagy mondd, Márci, mondjam. Van egy jó sztorim Várpalotáról. Na. Hogy már kijött az első lemezünk, és talán már játszott minket a valamelyik rádió, és hogy emlékszem, hogy a nekem senkim sincsen, adtuk elő. És jöttek ilyen régen palotai arcok, akik még, nem tudom, akik lejártak, mert mindig megnézték egymást a zenészek az ottani kultikus helyen az alaksorba. És jöttek ilyen palotai arcok, és az egyik srác mondta, a postás Béla mondta nekem, hogy te, Marci, hogy így... Mondom, hogy tetszett? Mondom, jó volt? Hogy... Ja, volt az a szám, az a nekem... Ja, igen. Hát de azt tudod, hogy ez egy pál utcai fiúk szám. Nagyon jó. Hülye, meg azt hittem, hogy én írtam. Ez nagyon jó, ez nagyon aranyos. Szóval, hogy ilyenek vannak, de nem tudom, velünk így kedvesek voltak, vagy minket így nem nagyon... Hát nem nagyon tudtak velünk, szerintem szerethető emberek vagyunk mi a zenekarral, úgyhogy minket nem bántottak. János? A siker? Igen. Nem olyan egyértelmű az, hogy az ember sikeres, és akkor az élet működik. Én akkor éreztem magamat a legsikeresebbnek, amikor fiatal középiskolásként a néhány versemmel fel tudtam hívni a figyelmemet magamra, osztályba, tanároknál, Sárospataki diák napokon valami díjat kaptam, és a Bari Karcsival megismerkedhettem. Ezek volt a legszebbek. Károly, ő nagyon ismert roma költő. És aztán, mikor valójában elindult a pályám, az részben egy vidéki egyetemről, részben egy falusi, iparos, félértelmiségi családból. Szóval ezeknek nagyon sok hátránya volt, amit én éreztem, a világ ezt kevésbé éreztette, vagy figyelt erre, meg természetesen nagyon sok ambícióval. Akkor nagyon hosszú ideig a siker az valami elérhetetlen és ilyen misztikus köröket jelentette. De szerintem azt mindenki, aki egy szakmát komolyan vesz a pályakezdésnek az elején, azért megtapasztal. A vadnarancsok, mondjuk azt, hogy annak azért volt faramuci helyzet, mert nem tekinthető pusztán irodalmi sikernek. Az a ritka pillanat volt, amikor hirtelen társadalmi eseményé vált valami, és ezzel a könyvnek a értékelését és a pályatársaknak is a szemléletét a esztétikai területről átvitte valami mássá. Ez rémítő érzést jelent. Tehát amikor az ember elveszti a csoport biztonságát, amikor újra kell magát identifikálni, mert a biológusság, egy szakma az nem számít, vagy egy tudás, és a máshonnan pedig nem figyelnek az emberre. No, ez azért sokféleképpen lehetett volna reagálni. Én kivonultam akkor a magyar irodalomból, nem biztos, hogy jól csináltam, de... Mondjuk egy ügynök a fejéhez kapott volna, hogy ilyet nem lehet csinálni, kivonulni akkor, amikor éppen nagy siker van. De Marci, ez az újraidentifikálásra jutott eszembe, hogy te mikor mondtad magadról először, hogy hát én zenész vagyok? Hát nem, amikor lett egy ilyen ori zenész vizsgám, ennek még kellett. Ne hülyéskedj, akkor mondtad, tehát hogy komolyan egy papírhoz kötöd, nem lehetsz ennyire konzervatív.
De nem érzem magam egyébként, mert nekem a zenészek azok mindig olyanok voltak, akik ezt így tanulták, tudod, hogy hát tulajdonképpen, hogyha így nagyon őszinte akarok magamhoz lenni, akkor én nem érzem magam zenésznek. Hát minek érzed magad? Hát nem tudom, ember, aki a színpadon áll és gitározik meg énekel, de hogy az, hogy zenész, az nekem annál valami több, azt úgy tanulják, tudod, meg kottát olvasnak, meg ilyesmi. Tehát, hogy vannak... Kottát olvasni? Hát így nagyon nehezen. Mi az, meg milyen hang lehet? Várja, az fél hangon lejjebb. Ez milyen... Tehát így. De hogyha nagyon kell, akkor belejövök egy hónap alatt, de inkább így hagyjuk. Én a mai napig úgy tudom gitározni, meg így, hogy akkor... Nálam azt jelenteni, hogy rákeresek így a neten, hogy akkordok, mit tudom én. Hey Jude, chords. Beírom, és adom. És akkor így eljátszom, hey Jude, make it better, ezt így el tudom így gitározgatni, de hogy így, az, hogy nekem blattoljak, meg ilyesmit, tehát én akkor kottából tudod, mikor énekeltem utoljára, a Lassus kamarakórusban a főiskolán, tehát hogy így, örömmel, nagy örömmel téged mostan köszöntünk. Mi egy végekhez lenni a beszélgetésnek, ugyanaz. Jó, szóval, hogy akkor volt utoljára így rendesen kottához közöd. Ez olyan, mint a János nem tudna írni, vagy nem? Valami olyasmi. De nem, hát a rockzenéhez nem kell kottához. Vagy nem is tudom olvasni, vagy nem tudom. No. A anyai részről tótok vagyunk, és tehát két nyelvű családban nőttem be, bele, és én bizony nagyon nehezen tanultam meg olvasni, és írni is. Komolyan? Na hát mi kell? Középiskolás koromban, elsős gimnazistaként, azt hiszem valami osztályozó értekezlet segített át a nyelvtan és a irodalom bukásom. Wow! Aztán utána jött egy másik tanárnő, és egy pillanatra nem volt már kétséges, hogy ilyen problémáim nem lesznek. Marci, te ezt tudtad? Nem dicsekedett eddig ezzel, de... Hát mert nem is egy dicsekedni való dolog, de valóban. Nagyon érdekes, mert annyira nehezen ment effektíve ilyen diszlexia, diszgráfia típusú probléma. Nem volt semmi probléma, én más nyelven gondolkodtam. Na, ez érdekes, hogy akkor az anyukája szlovákul beszélt? Tóth. A nagyszüleim gyakorlatilag tótul beszéltek. Tehát, illetve amikor édesanyám sztrókot kapott, ővel is már csak tótul lehetett leginkább megénekelve beszélni. És Marci, te lengyelül beszéltél az anyukáddal? Ő lengyel volt, ugye? Ha, igen. Él még a mamája. Igen, még kezdetben még sokat. Meg engem csufoltak is a házban. Hogy? Hát, hogy mit tudom én, hogy én ott lengyelül beszélek, volt valami ilyen, mondták is, hogy a szocsó menú, azt nem tudom, hogy mi, de nyilván anyám valamit mondott lengyelül nekem, és akkor, ja, ezt tudjátok, ezt azt kell kezdeni, 80-as évek, és kb. Nem tudom, hogy volt valami fotósorozat a 80-as évek, és volt egyszer egy Havanna lakótelep, és hogy ott elől a betonon sütik a szalonnát, na ezt a hangulatot képzeljétek el, látom. És mindenki így leüvölt így az erkéről. Marcel! Hagy sepkat a damó! És akkor nyilván ilyeneket hallanak, anyám a negyedikről. Ja, hogy gyere már föl, aha. És akkor nyilván ilyeneket hallottak, és akkor ezzel így szivattak, de ennyi. Ez is milyen érdekes, hogy ez is párhuzamosság köztetek. Tehát ez a más kultúrával is nagyon erős kapcsolat, vagy egy ilyen feles család, hogy valaki más nyelven beszél benne. Érdekes dolog, hogy mennyi párhuzam van. Még egy kérdés ezzel kapcsolatban, hogy Marci, te voltál kisebbségi komplexusos? Az mit jelent? Hát, hogy ilyen azt gondolod, hogy a te múltad, háttered, származásod nem, hogy is mondjam, hogy nem elég ahhoz, hogy eljuss oda, ahol most vagy, érted? Tehát, hogy az úton bizonyos pontokon érezted azt, hogy nincs jogom hozzá, vagy kevesebbet érek. Inkább azt éreztem, hogy ismereteim hiányoznak. Tehát én mindig azt gondoltam, hogy ez tanulható. És én azért, tehát hogy én mielőtt Jánossal találkoztam, vagy őt kérdeztem, és folyamatosan monitoroztam az összes ilyen zenész ismerősömet is. Tehát én küldözgettem folyton a szövegeimet, hogy nem tudom, Beck Zoli, te Zoli, nézd már meg, amikor találkoztunk egy backstage-be. Nézd már meg, hogy a francba kell lesz megírni ebbe, melyik a hülye szó?
és akkor bekarikáztuk, szerintem ez a nem jó, vagy nem tudom, a lovinak mutattam, te lovi, figyelj, ez most szerinted ez jó, vagy mit rontottam el, mit nem tudok megcsinálni, és hogy általában engem így, jó van, Marci, hát most mit tudom én, általában ez lett a vége, mert hát ugye, vagy azt gondolom, hogy senki se tudta igazából, hogy miért ír jó szövegeket. Hát igen. Járt meg tudta. Aha, igen. A szöveg nem, erősebb. Tudod, az a baj, hogy most eszembe jutott a Woody Allen, hogy aki nem tudja, tanítja. Igen. Elnézést. De így a vége felé járunk, és azért így a jövőről is pár mondat, hogy Marci, nektek például, azt hiszem a Covid most el a szülinapi bulitokat, ugye? Ne is mondd, igen. Mert én belegondoltam, hogy milyen lehet az, hogy 15. szülinap, és azt hiszem március 20-valahanyadika lett volna, ráadásul 21 talán, és 12-én indult a karantén, tehát hogy ti nagyon a finishben kaptátok ezt, hogy vége van, és nem lesz szülinapi buli, azért az kemény lehetett. Az nehéz volt, meg eleinte mérges voltam nagyon, meg nyilván egy évig készültünk rá, azért az is sok volt, de hogy nekem azért volt egy pozitív hozadéka is, hogy én rólam leesett egy nagy teher, és teljesen másfajta zenéket kezdtem írni a karanténban, mint addig. Hát, hogy János gyakran szokta nekem mondani azt, hogy ez Marci, hogy miért ilyen 3 percesek ezek a dalok, meg miért így van, és én sose értettem azt, hogy hogyan lehetne ebből kilépni. És ahogy megszűnt ez a nyomás rajtam, hogy nekem ott valamit nagyon-nagyon meg kell majd, létre kell hoznom ott a színpadon, és úgy, hogy az az embereknek is tessen, és hogy akarják, és hogy azt beszéljenek róla még hetekig, hogy ez micsoda élmény volt, és hogy ez így leesett a vállamról, és így azt éreztem, hogy nekem tulajdonképpen senkinek nem kell megfelelnem, és mi lenne akkor, hogyha olyan zenéket próbálnék megírni, ami csak nekem tetszik, és nem arról szól, hogy hogyan tudok beleférni bizonyos keretekbe. Hát most nem is 3 perces zenéket írtál akkor. Nem, az első dal, amit megírtuk, szerintem még nem készült el, de valami 7,5 percnél van. És hogy ilyen hangkollázsok vannak be, meg mindenféle ilyen érdekes dolgok. Tehát ilyen, nem tudom, pénzcsörgésből csináltunk dobot, meg ilyenek. És ezt azon a szülinapon, mert ugye februárban lesz a pótlás, a 21 februárjában, ott már esetleg egy kicsit átkonstruáljátok a programot, és ez is belekerül, hogy mi történt velem a karantén alatt típusú fejezet? Hát figyelj, én azt még nem tudom, hogy mi lesz addigra. Tehát egy gőzöm nincs, mert így tulajdonképpen így sok realitását annak a februári koncertnek se látom innen. Nem mondjuk, miért mondasz ilyet? Ne legyél ennyire pesszimista. Hát figyelj, hát hogyha nem lesz vakcina, akkor hogyan? Nem tudom, de ne mondj ilyet akkor. Vannak dolgok, amikor nem beszélünk. Például a tudjuk ki... Tehát, hogy ennek tényleg így olyan vonzatai vannak, hogy így... Tehát, hogy ugye mondták azt, hogy például, hogy ez a szektor ugye nem jutott pénzhez most egy csomó ideig, most azt képzeljétek el, hogy oké, ez a szektor nem jutott pénzhez csomó ideig, de mi már előtte fél évvel se koncerteztünk. Hogy itt ilyen, fájdalmas. Szerintem ez a szívás, az igazi. Igen, ez az. János, neked pedig november tájékán jön egy könyved, ami nem szép irodalom, és nem élettörténet rekonstrukció lesz. És az a vicc, amit mondtam, hogy a tükör társadalomtörténeti, meg művészettörténeti áttekintése is várhatna rád, az a rózsával kapcsolatban megtörtént, és ez már régóta készülő kötet, ugye? Tehát hány éve foglalkozol a rózsával? A egyetemi pályámnak ugye a előnye és hátránya az, hogy kell egy kutatási témát választani, és én először 91-ben Baka Istvánnak egy nagyon-nagyon jó, szerethető költőnek a Carmen verséről írtam, és ott a rózsaszirmokra bontottam vissza a verset. No, tehát akkor ez azt jelenti, hogy 30 éve foglalkozok a rózsával, de aztán a biológusi, irodalmi, művelődés történeti hagyományaimat is, meg hagyatékokat is össze akartam fogni, tehát ez tulajdonképpen 8 nagy szakkönyv van emögött a könyv mögött, vagy előtt, és ennek a művődéstörténeti korszakonként rózsát tárgyaló könyveknek az összefoglalója és valamiféle népszerű ismeretterjesztő változata. De tudsz még úgy ránézni egy rózsára a virágosnál, hogy az csak egy rózsa legyen? Ó, amit én a virágosoknál látok, én azokat a rózsákat nem szeretem. Tehát én a 19. század utáni kertészeti dísznövénytermesztési virágokat, miután már annyira emberszerűekké csináltuk,
őket nem igazából kedvelem, tehát nem is értek hozzájuk, tehát a kertészeti részhez kevésbé a 17.-18. századig, amikor még emblémaként, meg szimbólumként komolyan értve a rózsának a rejtélyeit használtuk ezeket a növényeket. Tehát mondjuk egy Botticelli által ábrázolt fehér, sárga vagy piros rózsáról többet tudok elmondani, mint a most itt a piacon kapható rózsákról. Én szerintem a Marci viszont sokat tudna beszélni, hiszen ismerve zenei ízlését, érzését és ellenérzését, a sárga rózsa lehet a kedvenced, ugye? Most gonoszság részemről. Ez igen. Nem, most olvastam pont egy rózsás könyvet, az Omertát. Jánostól kaptam. Ja, mert János adja nekem a könyveket. És odaadta Tompa Andrea Omertáját. Az egyik szereplő egy rózsa. Tenyésző, és nekem is eszembe jutott, hogy milyen izgi lenne, hogyha maguk... Andreával szerencsére már ismerjük egymást, és talán tréfásan bevallotta, hogy egy emberrel nem akart csak az életébe találkozni velem, mert annyira tartott attól, hogy a rózsáiban, illetve a kertészében valami fajta kivetni valót találok, nem. Tehát egyszer az utolsó mondatig, már ami a rodológiát illeti, tökéletesen ismerés, tökéletesen mindent tud erről a virágról. Nem ezért nagyszerű egyébként ez a könyv. Ez annyira jó egyébként, hogy így gondolom, Marci, meg adsz popzenét, rockzenét, vagy... Igen. Ez kölcsönösen. Kölcsönösen. Tehát itt példa, tehát én ugye nem a 3 perces rádióbarát számokat szeretem, hanem nem szempont a hosszúság, de valóban, amikor megmutatja, hogy előjövök neki valamilyen új klippel, és közli, hogy ez milyen hang, és milyen elviselhetetlen, akkor be tudom látni, hogy én valami olyat szerettem, ami nem jó. Hát nagyon jó, hát ezt a beszélgetést lehetne még folytatni, arra gondoltam, hogy folytassuk ilyen heti rendszerességgel és tematikusan. Jelölünk valami dalt, nem tudom, irodalmi, mert és akkor azt, hát nem viccelek, de jó lenne, mert veletek jó beszélgetni. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és mindkettőtöknek sok sikert. A járvány nem mossa el a szülinapi koncertet, a könyvet nem fogja elmosni, ez már egészen biztos. Szóval köszönöm, hogy beszélgettetek velem, és egymással is, és önöknek pedig, vagy nektek pedig köszönjük, hogy itt voltatok és figyeltetek, és nagyon sok szép visszajelzést kaptunk, úgyhogy azt is külön köszönjük. Hát most csak ennyi, mindenkinek jó pihenést kívánok, és kitartást, ha esetleg jönne a második hullám. Köszönjük. Istenem.